Nemrégiben megérkezett a Five Nights at Freddy's filmfeldolgozás legelső előzetese. Egészen hihetetlen, hogy ez a játék egy kis indie címből kinőtte magát oda, hogy egy komplett gaming franchise lett, most meg nagy hollywoodi szuperprodukciót kap filmsztárokkal. Pedig tudtad, hogy eleinte nem ítéltek neki nagy jövőt, és még Kickstarteren sem tudott finanszírozást szerezni Scott Cawthon a játékához? Volt egy rakás olyan cím a videójátékok történetében, ahol a projekt annak ellenére tudott megvalósulni, hogy senki sem hitt benne. Aztán mégis akkora durranás lett, hogy teljesen rácáfolt a megítélésére. Ma az Unibet támogatásával összegyűjtöttünk nektek egy csomó ilyen történetet. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead. A From Software már a legendássá vált a különösen nehéz, de odafigyelést és mechanikus ügyességet jutalmazó kalandjátékaival, sőt, műfajt teremtettek vele, és azóta számtalan stúdió próbálja utánozni a Souls játékokat. Pedig a kezdet kezdetén a Sony feje majdnem teljesen lemondott róla, és a szerencsének köszönhető, hogy szélesebb közönséghez jutott. Na de tekerjük vissza az elejére. A From Software a Demon's Souls fejlesztésének kezdetén főleg a Kingsfield nevű akció RPG-ről volt ismeretes, ami jegyezzük meg 94-ben egy PlayStation launch title volt, és egész elképesztő volt a korához képest a 3D grafikájával. A másik nagy sorozatuk az Armored Core franchise volt, ami meg egy ilyen lövöldözős mecha játék volt. A lényeg, hogy egy From Software-es fejlesztő és egy Sony-s producer összeálltak, hogy összerakjanak valami új fantasy RPG-t, ami megkaphatná a Kingsfield-re emlékeztető sötét hangulatot és nehézséget, de a játék nagyon szarú haladt. Ekkor lépett elő egy Armored Core-on dolgozó programozó, Hidetaka Miyazaki, akit érdekelt a projekt és átvette a rendezői szerepet. Az ő keze alatt pedig a Demon's Souls kinőtt azzá, amit már az egész világ megismert, ám ahogy mondtam, ez majdnem nem így alakult. A játékot először 2008. októberében próbálhatta ki a közönség a Tokyo Game Show-n, ahol a demo élmény katasztrofális volt. Az emberek alig tudtak a nehéz ellenfeleken túljutni, és összességében így utálták az egészet. Nyilván ismerve a játékot, a Demon's Souls elég alkalmatlan egy demo környezetre a nehézsége miatt, és egy ilyen rendezvényen a játékosok túl keveset játszhattak vele, de ez utólag már csak kifogásnak hangzott. Konkrétan a Sony akkori elnöke, Shuhei Yoshida is kipróbálta a majdnem kész verzióját a játéknak, és két óra játék után félredobta, mondván ez egy hihetetlenül rossz játék, és hogy soha nem játszott ilyen rosszal. A játék végül megjelent 2009. februárjában Japánban, de ott is olyan negatív volt a visszhang a sajtóból, hogy a Sony lemondott arról, hogy Japánnál szélesebb körben is forgalmazza. Jött viszont egy amerikai kiadó, az Atlas, akik viszont le voltak nyűgözve a játék minőségétől, és megvették az észak-amerikai forgalmazási jogokat. Az amerikai sajtó és a közönség pedig teljesen máshogy állt a játékhoz. A gaming újságírók kifejezetten méltatták a nehézségét, és sokkal inkább azt látták benne, hogy mennyire jutalmazza a játék a fejlődést. Az Atlas eredetileg alacsony eladási számokra számított, és csak 15 000 darabot gyártottak le a fizikai kópiákból az első körben. Aztán a szóbeszéd alapján nyert népszerűséggel, meg a kritikusi véleményekkel akkora lett a játék, hogy végül 150 000 példány fogyott belőle, és egy időben a 11. legnépszerűbb játék volt a régióban. A Sony elnök, aki annak idején leszólta a játékot, mind a mai napig az egyik legnagyobb megbánásának tartja, hogy akkor lemondtak a globális forgalmazásról, azóta pedig hát ismerjük, hogy a Souls-like játékok mekkora közönséget vonzanak minden egyes új megjelenéssel. Mára már úgy tekintünk a Deus Ex-re, mint egy meghatározó játékra a sci-fi RPG-k világában, de volt idő, amikor a fejlesztő Ion Storm alig tudott programozókat vadászni a játékához, mert még ők is kiröhögték a stúdiót és nem hittek a projektben. Na de ehhez egy kis háttérsztori is kell. Az id Software-t azt hiszem nem kell nagyon bemutatnom. A legendás stúdió áll a Doom és a Quake franchise mögött is. Épp ezen játékok egyik meghatározó fejlesztője volt John Romero, akit végül a Quake fejlesztése közbeni nézeteltérések miatt a játék megjelenése után menesztettek a cégtől. Romero pár fejlesztőt társával ezután megalapította az Ion Stormot, és nyilván a korábbi munkái alapján befektetőktől bizalmat is kaptak, hogy haladjanak. De hát a teljesítmény? Átvettek egy félkész játékot, a Dominion Stormover Gift 3-at a 7th Level-től, egy másik alapító Tom Hall előző munkaadójától, és a terv az volt, hogy 3 hónap alatt gyorsan befejezik. Több mint egy évig kellett még hegeszteni, és a végeredmény is csalódás volt minden szempontból. Na de ezek után elkezdtek dolgozni a Daikatanán, John Romero új agymenésén, amiről azt mondták, ez majd megmutatja, milyen lehetett volna a Quake, ha teljesen Romero fogja a gyeplőt. Hát megmutatta. Egy agresszív és sok szempontból visszás marketing kampány után a játék nem volt nagy durranás, és majdnem csődbe vitte az egész stúdiót. Ekkoriban már megbízták Warren Spector-t, aki olyan címekről volt ismeretes, mint az Ultima sorozat, a System Shock, a Wings of Glory, hogy nyisson egy új irodát az Ion Storm alatt, és dolgozzon egy saját játékom. Ebből lett a Deus Ex. Ám eddigre az Ion Storm megbecsülése annyira a béka segge alatt volt, hogy alig tudtak programozókat felvenni a játékhoz, mert mindenki jó messziről el akarta kerülni Romero káosz
stúdióját, a játékosok szemében pedig nyilván minden bizalmat elvesztettek, és nem jósoltak túl nagy jövőt ennek a random lopakodós RPG-nek. Aztán persze, amikor a Deus Ex-et kézbe is vehették a játékosok, akkor minden nagyot fordult. A játékosok imádták a mindenféle összeesküvés elméletre épülő sztorit, a harcrendszert és a játék világának hangulatát. Amerikában is jól teljesített eladások szempontjából, de az európai videójátékpiacot egyenesen ledominálta. Egész nyáron az első helyen volt megjelenése után, annak ellenére, hogy a Diablo 2-vel és a The Sims-el kellett versenybe szállnia. A játék öröksége pedig nyilván tovább igazolja a sikert, a sorozat további részei csak még tovább turbozták az eladási számokat, a legújabb rész pedig elvileg már fejlesztés alatt áll az Eidos Montreal gondozásában. A Wii sikere teljesen felforgatta a gaming ipart és bebizonyította, hogy a mozgásvezérelt kontrollereknek igenis van piaca. A PlayStation ezért elkezdett dolgozni a saját kontrollerén, amiből végül a Move lett, és erre játékokat is elkezdtek fejleszteni. Egy ilyen kis tech prototípusként indult el az Until Dawn, aminek a lényege az lett volna, hogy a Move segítségével világítasz körbe egy zseblámpával és így irányítod a játékot. Egy korai demo alapján még olyanokat is látunk, hogy konkrétan ezzel a kontrollerrel kellett volna lehúzni Jessica kabátján a cipzárt a játék elején. Nos, ahogy a játék félkész demója kezdett szélesebb körbe eljutni, nem volt valami pozitív a fogadtatás. Vagyis a játék koncepcióját alapvetően szerették már akkor is a tesztelők, de egyfelől nem tetszett nekik a tény, hogy Move exkluzív lesz a játék, és hát nem is nézett ki olyan jól, mint amire számítottak volna. A következő időkben végül elkezdtek hallgatni a kritikákra, és rengeteg változáson esett át a játék. Konkrétan átugrasztották a következő generációra, hogy mégse a PlayStation 3-ra érkezzen, és a Move exkluzivitást is kivették belőle. A belső nézetet külsőre cserélték, egy csomó szereplőt újra válogattak, és teljesen új színészeket bíztak meg. Az igazság az, hogy az ilyesmi folyamatos változtatgatás sajnos nagyon sokszor arra utal, hogy nincs meg az irány a játékban, és ilyenkor már késő jót remélni tőle. Szerencsére a fejlesztők tudták, mit csinálnak, és minden változtatás tényleg a játék javát szolgálta. A végső megjelenésnél az Until Dawn baromi nagy siker lett, pozitív fogadtatást kapva még azoktól az újságíróktól is, akik nem jósoltak neki nagy jövőt. Azóta pedig már a kezdeti nagy eladások mellett is egy kult klasszikus lett, és az ilyen döntés alapú horror játékok azóta egy komplett új műfaján nőtték ki magukat ennek köszönhetően. A Doom széria története tele van legendás sikerekkel, de mégsem volt teljesen rögöktől mentes az útja. A legelső játékról nyilván ismeretes, hogy forradalmi újítás volt, és gyakorlatilag megalapozta a 3D FPS-eket, ahogy azokat ma ismerjük. A második rész csak alig változtatott a formulán, és nyilván az is pozitív fogadtatást kapott, és a harmadik rész technikai fejlesztéseit is szerették a játékosok és a kritikusok is. Ám ahogy a negyedik részről szivárogtak ki az előzetesek és játékrészletek, kicsit mintha túl messzire mentek volna az eredeti víziótól. Sokan csak Call of Doom-nak gúnyolták a játékot, az akkoriban népszerű Call of Duty franchise-hoz mérhető hasonlóságok kapcsán. A kiadó hiába próbálta átalakítani az irányt, átcsoportosítani rá a Rage fejlesztőit, a projektet végül 2013-ban elkaszálták, és úgy tűnt, a Doom széria örökre egy trilógia marad. Persze hamar kiderült, hogy még egyszer előről fogják kezdeni a projektet, de eddigre a bizalom már elfogyott. Amikor az első előzetesek kijöttek, úgy érződött, kicsit meghaladta már a kor azt a macsó hangulatot, amit a trailer árasztott magából, ráadásul a játék teljes megjelenése előtt kiadtak egy multiplayer demót is, ami túlnyomóan negatív értékeléseket kapott a Steamen. A játékosok olyanokat írtak, hogy a gameplay túl messzire ment a Doomtól, és csak egy szimpla, generikus, Halo-típusú FPS, amire ráhúztak egy Doom-köntöst, de nem méltó a legendás franchise nevére. Az egészet ráadásul tetézte a tény, hogy a Bethesda még a megjelenés előtt bejelentette, hogy nem fognak előzetes tesztpéldányokat biztosítani az újságíróknak. Mondanom sem kell, hogy ez mindig rosszat jelent a játékok esetében, többnyire arra szokott utalni, hogy a stúdió próbálja menteni a menthetőt és nem eltántorítani az előrendeléseket egészen az utolsó pillanatig. Minden kritikus és a játékosok többsége is úgy vetette magát bele ebbe a játékba, hogy lehet, hogy kiugrott a fejlesztői pokolból, de félő, hogy nem fogja tudni újraéleszteni a Doom szériát. Hát ez a feltételezés távolabb sem lehetett volna a valóságtól. A 2016-os Doom az egyik legjobb dolog, ami a sorozattal történhetett, tényleg teljesen új életet lehet a pokolbéli FPS-be, ráadásul megjelenésének évében sorra gyűjtötte a díjakat is, a kritikusi és játékosi elismerésekről nem is beszélve. Teljesen új generációval ismertette meg a legendás lövölde hangulatát, azóta meg persze már folytatást is kapott hasonlóan pozitív fogadtatással. De nyilván az első helyre a Five Nights at Freddy's kell, hogy kerüljön, hiszen tényleg úgy kellett ezt a projektet átlögdösni a célvonalon, hogy aztán egészen elképesztő gigasiker legyen belőle. Az egész sztorit a fejlesztő Scott Cawthon korábbi projektjeivel kell kezdenünk. Scott a kezdetekben mindenféle keresztény tematikájú játékot készített, amelyek mind vallási zarándoklatokról vagy allegóriákról szóltak, ám ezekből nem igazán tudott pénzt csinálni, és mellette mindvégig dolgozott pénztárosként. Készített egy gyerekeknek szóló cuki kis favágós játékot, amiben egy hódot irányítasz, a Chipper and Sons Lumber
Number Code. Erre olyan váratlanul és indokolatlanul brutális kritikát kapott, hogy majdnem otthagyta az egész játékfejlesztőzsit. Egy youtuber, Jim Sterling, félig meddig poénból vette elő a játékot, ilyen tipikus szarjátékként, hogy megmutassa, milyen indokolatlanul rémisztő az egész. A karakterekre azt mondta, úgy néznek ki, mintha valami animatronikus figurák lennének a Chuck E. Cheese-ben, és az egész annyira hátborzongató, hogy nem illik egy gyerekjátékba. Scott nagyon a szívére vette a kritikát, és eldöntötte, nem foglalkozik játékokkal, és amúgy mély depresszióba zuhant. Aztán végül rájött, hogy felül kell emelkedni a kritikán, és inkább szándékossá tenni ezeket a hibákat. Azt hiszem összeraktátok, hogy innen jön az ötlet, hogy egy animatronikus figuráktól hemzsegő horrorjátékot fejleszen. Scott nekiállt a programozásnak, és haladt a játékkal, ám szüksége volt még pénzre, hogy befejezze. Elindított egy Kickstartert, ahol bemutatta a játékot, és csupán 10 000 dollárt kért, hogy tudja finanszírozni a játék befejezését, és ebből kapott... nulla, vagyis 0 dollárt. Végül annyira szégyenteljes volt, hogy konkrétan senkit sem tudott erről meggyőzni, hogy saját maga zárta le a projektet. Szerencsére azért ez a nagy bukás nem tántorította el attól, hogy befejezze a játékot és megpróbálja valahogy kiadni. Beadta Steam Greenlight-ra, posztolta az IndieDB-re és végül a Desura-ra is. Ezek mind olyan platformok, ahol indie fejlesztők beadhatják a játékaikat és a platform üzemeltetőitől függően megjelentetheti. A játékot itt elfogadták és általánosságban pozitív fogadtatást kapott, és már akkor is sokan látták benne a potenciált. Napokkal később több nagyon híres YouTube horror let's player is felkapta, ami vicces, hogy az első, hogy pont az a Jim Sterling volt, aki annak idején a Chipenet azt lehúzta, és itt a YouTube-on keresztül hihetetlen népszerűségre tett szert, és nem csak hogy kult klasszikus lett belőle, hanem globális fenomén. Ott tartunk, hogy kapott 8 teljes részt a sorozat, egy 9. készülőben van és meg idén megjelenik, van 5 spin-offunk, gyerekkönyvek, és mondom, idén érkezik egy film is belőle a mozikba, a Blumhouse gondozásában, akik ugyebár olyan horrorfilmekről ismeretesek, mint a Paranormal Activity, a Get Out, de ők gyártották a Whiplash-t és a Black Clansman-t is. Úgyhogy méltán nevezhetjük a Five Nights at Freddy's-t annak a játéknak, ami a legmélyebb elvárásokból indulva a legmagasabb csúcsokra tört. Nektek volt már olyan, hogy egy játékkal szemben negatívak voltak az elvárásaitok, és mégis imádtátok? Melyik volt az? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejtsen feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is! A csatorna támogatója az Unibet.